Jaj, nem csuktam be az ajtót. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a decemberi olvasásaimat fogom összegezni, ami így ugye 2024 első összegzése, de még 2023-hoz tartozik, mert ugye, hát nyilván így csúsznak össze a dolgok. Decemberben összesen 3 könyvet fejeztem be, szóval hiába voltam Szabin, nem lendültem meg. Bár amúgy de, pont hogy Szabi alatt, amíg ugye a karácsony meg az ünnepek alatt olvastam sokat. Előtte nem olvastam, úgyhogy így 2 könyvet tudtam kiolvasni gyakorlatilag. Mondjuk abban az egyik képregény, na mindegy, kicsit ilyen nem innovatív, hanem mondhatjuk úgy is innovatív dolgokat csináltam. Lesz 4 könyvről szó ebben a videóban, de viszont abból az egyiket nem fejeztem be, mármint felbehagytam. Úgy rendesen felbehagytam, majd oda térek a videóban, akkor elmondom, hogy miért, meg hogy így mi van ezzel kapcsolatban. Úgyhogy nézzük is, hogy miket olvastam végül is a hónapban. Kezdem azzal, amit nem tudok mutatni, ez nem más, mint egyébként Christopher Paolinitől az Eragon, mi az örökség ciklus első része. Ez egy kicsit sztorizósabb rész lesz, ugyanis ugye tudjátok, hogy én nagyon szeretem a sárkányos könyveket, szóval nagyon sokszor ajánlották már nekem az Eragont, csak eddig a pontig így annyira nem volt prioritás listám, vagy tudjátok így, ahogy elolvastam, hogy miről szól, meg olvastam az értékeléseket, engem így nem fogott meg elsőre. Ami miatt végül belekezdtem decemberben az Eragonnak, az ez itt. Ugyanis az Európa Könyvkiadó jóvoltából egy lehetőség nyílt arra, hogy elmenjek egy Christopher Paolini könyv bemutatóra. Mert pont most volt ilyen európai turnéja, és december 5-én Bécsben volt könyvbemutatója, úgyhogy így az Európa kiadó megkeresésére azt mondtam, hogy persze, nagyon szívesen elmegyek, úgy voltam vele, hogy ez egyébként is egy ilyen egyszer az életben lehetőség, és ráadásul úgy voltam vele, hogy ez egy jó indok arra is, hogy oké, akkor végre nem teszem félre az Eragont, hanem megnézem, hogy milyen, mert hogy ugye most jött ki a Murták című könyve Christopher Paulinnek, ami hát Eragon spin-off kötet gyakorlatilag, tehát ez elvileg olvasható az Eragon nélkül is, minden esetre szerettem volna az Eragont olvasni. Igen, itt van dedikálta is nekem. Szóval maga a könyvbemutató az egyébként nagyon, tehát ha nem olvastam volna a könyvet, és maga a könyvbemutató egyébként nagyon jó volt, egyébként a feléig jutottam, mert ilyen nagyon rövid időn belül szóltak és kellett menni, tehát nem volt időm kiolvasni a könyvet, de ilyen fél úton jártam az Eragonban. És külön találkoztunk a szerzővel is, mert Deszi meg én mentünk. Szóval külön találkoztunk a szerzővel is, úgyhogy volt egy ilyen mini interjú lehetőségünk, vagy hát így beszélgetni vele. Az is nagyon-nagyon jó hangulatba telt, és nagyon cuki volt, mert szerencsétlen Münchenből taxizott Bécsbe, mert lefújták a vonatokat, mert ugye pont akkor volt ez a havas idő, és még úgyis rohadt kedves volt, tehát szerintem rohadt fáradt volt szerencsétlen, és mégis nagyon-nagyon kedves volt így velünk, meg tök jót beszélgettünk. Látszott, hogy nem ez az első rodeója, na azért mondjuk 20 éve csinálja. A könyvbemutató is nagyon-nagyon jó volt, egy ilyen baromi nagy könyvesboltban volt, és tesóm azt mondta, hogy még ettől is nagyobb ilyen tália könyvesboltok vannak, én megmondtam, hogy Jézusom, laknék itt. Igazából a könyvemutató maga az úgy ment, hogy Christopher Paul kiállt, és így magától gyakorlatilag beszélt, a végén voltak kérdések, meg a dedikálás. Az volt a mázli, hogy nekünk dedikálta még az interjús rész alatt, amikor még a könyvemutató előtt találkoztunk vele, mert azt a dedikáló sort kiállni, az kemény lett volna, maradjunk annyiban. Ugye beszélt arról, hogy hogyan jött az Eragon ötlete neki, beszélt arról, hogy hogyan írta meg, hogy hogyan jutott el arra a pontra, hogy ez nem magánkiadás volt, hanem kiadták kiadónak is. Szóval egy szerintem nagyon érdekes volt, meg nagyon tanulságos, meg nagyon jó előadásmódja van Christopher Paulinnek. Úgyhogy így tényleg mindentől függetlenül egy élmény volt, még úgy is, hogy én így nem voltam benne abban a nagy Eragon lázban, vagy ugye nem voltam benne az Eragon világában. Én ugye így ilyen kisé laikusabban mentem erre a könyvbemutatóra, de nagyon-nagyon élveztem, tehát, hogy így abszolút örülök, hogy annak ellenére is, hogy
Tényleg én nem olvastam előtte az Eragont, elmentem. Tényleg hatalmas élmény volt, nagyon kedves volt, nagyon élveztem, és utána úgy olvasni az Eragont, hogy voltak dolgok, amiket így ugye mesélt, ilyen fun fact-ek, meg ilyenek, és akkor így, amikor olvastam, és jöttek a könyvben azok a részek, akkor úgy voltam, hogy ez volt az, amiről beszélt, úgyhogy ez így tök jó érzés volt. Maga az Eragon, őszintén szóval nekem nem volt egy, maga a könyv, nem volt egy akkora hűha, vagy nem tudom ezt, hogy mondjam, mert szerintem az Eragon is egy olyan ilyen generációs meghatározó történet, vagy vannak ilyen generációk, ugye van a Harry Potter generáció, volt a Percy Jackson, meg az Eragon, tehát ezek szerintem mind olyanok, hogy egy bizonyos csoportnak ezek meghatározó olvasmányok. Én a Percy Jacksonosba tartozom, nekem az volt ez a hűha érzésem, nem az Eragon. Ettől függetlenül amúgy tök érdekes volt a sztori, meg egy masszív könyvről beszélünk, meg egy masszív világról, és nyilván az Eragon volt az első könyv, amit 16-7 évesen írt az eredetit. Amúgy azért volt vicces, mert ilyeneket is megtudtam, hogy mondta, hogy onnan tudta, hogy az első verziója a könyvnek még nem volt túl jó, vagy hogy onnan tudhatjuk mi is, hogy akkor még Kevinnek hívták Eragont, ha jól emlékszem. Szóval ilyeneket mesélt, meg hogy az Angelát azt a tesójára mintázta, vagy a vérmacskát a tesójától lopta, mint ötlet, úgyhogy ilyenekről így mesélt, és tényleg hogy amúgy hatalmas élmény volt, és tök érdekes volt, és mint ember, Christopher Paolini egyébként nagyon kedves, nagyon aranyos, szuper volt vele találkozni. Szóval így kiolvastam az Eragont, nem tudom megmondani, hogy mikor fogom folytatni. Így bennem van, hogy nyilván, ugye ez az első könyve, fiatalon írta nagyon, és nyilván valószínűsíthetően, ugye, hogy ahogy megyünk előre a sztoriban, úgy fejlődik a dolog. Majd egyszer lehet folytatom. Így egyelőre azt mondom, hogy jó volt, elolvastam. Ezt a különösebb rajongást én egyelőre nem érzem az Eragon iránt. De hát itt van nálam a murtág. Embert lehet vele ölni. Erre egyébként azt mondta, hogy ezt lehet olvasni ugye az Eragon nélkül is, szóval A opció, folytatom az Eragont és utána olvasom ezt, B opció, külön elolvasom ezt és meglátom, hogy folytatom-e az Eragont. Mármint, hogy, és, vagy mint, hogy lehet, hogyha ezt elolvasom, több kedvem lesz folytatni az Eragon sorozatot, nem tudom. Igazság szerint az is egy kicsit engem most elbátortalanít, hogy ezek nagyon hosszú könyvek, és egyszerűen most érzem magamon, hogy ami ilyen vastagság, az most nekem nem megy, tehát ilyen fizikai képtelenséget érzek, ilyen 400 plusz oldalas könyvek olvasására. De minden esetben nagyon szépen köszönöm az Európa Könyvkiadónak, hogy elmehettem erre a könyvbemutatóra, mert tényleg hatalmas élmény volt, nagyon élveztem. És már csak azért is egyébként abszolút megérte elolvasni az Eragont, hogy így is úgy is elolvastam volna a könyvbemutató után, mert tényleg amúgy Christopher Paolini nagyon meggyőzően beszélt róla, meg tényleg nagyon, mármint hogy így kedvet hozott hozzá, ahogy beszélt, meg ugye az egész könyv bemutató meg a személyiséget, tehát elolvastam volna utólag is mindenképpen. Örülök, hogy elolvastam egyébként, tehát végre ez nem tudom, ez ilyen bakacslistás könyv, vagy sárkányos könyv szerintem, mármint mindig mindenki mondja, hogy olvassam el, úgyhogy most már elolvastam. Mondom, azt nem tudom, hogy folytatni fogom-e, és ha igen, mikor, de van nálam egy murtág, úgyhogy. És bár olvasható enélkül, vannak dolgok, amik például, ugye nyilván én még fogalmam sincs, hogy lesz sárkánya, tehát, hogy ilyen dolgok miatt lehet, hogy ezek lehet érdekelnek, valószínűleg érdekelnek annyira, hogy majd egyszer talán folytatom. De nem most, mert nincs kedvem vastag könyvet olvasni. Ezek után, amit befejeztem a hónapban, az új Percy Jackson könyv, ami Percy Jackson and the Olympians, mert az Olympus hősei. Mi? Na! Szóval, ez hivatalosan a 6. Percy Jackson és az Olimposziak könyv. Nem hivatalosan egyébként nem az után játszódik, hanem az Olimposz hősei után játszódik, de a Trials of Apollo előtt, a kettő között. Ez a The Chalice of the Gods. Ez arról szól, hogy Percy az újrómai egyetemre akar menni, viszont kell neki 3 ajánló levél az istenektől, mert hogy ugye tiltott gyermek. Egyet, nyilván csak valami ok, hogy megint lehessen szerencsétlent küldetésekre küldeni.
Ami nagyon jó volt a kis lelkemnek, hogy ez ugye megint 100% Percy nézőpont, E-per-1-ben a fejezet címek visszatértek, a Percy humor ott van, mert ugye a belső narrálás megvan, és nagyon-nagyon élveztem, tehát Rick Riordan könyv, Percy könyv, abszolút csodálatos, imádtam, nagyon-nagyon szerettem megint ilyen könyvet olvasni. Elméletileg ez is sorozat lesz, mert mint ez egy ilyen új sorozat, mert 3 levél kell neki, és ebbe csak egyet kap, szóval gyanítom még 2 könyv lesz ezen kívül. Erről nem tudom, nem tudok annyira sok mindent mondani. Ugye látjátok, hogy amúgy viszonylag vékony a kis kötet, 200-valahány oldal, meg a Rick Riordan könyvek ilyen jó olvashatóak, de hát... Erről nem kezdhetem sokat mondanom, imádtam, na. Jó volt ide visszatérni. És igazából az utolsó könyv, amit befejeztem a hónapban, az nem más, mint a Fangirl Manga 3. része, amit karácsonyra kaptam. Úgyhogy ezt még karácsony előtt letolt, vagy karácsony után letoltam. Ugye Fangirl sztoriát imádom, a mangásított verzióját is imádom. Végre eljutottunk arra a részre, amikor Kat meg Levi most már cukik. Na mindegy, újra. Ahányszor elolvasok egy Fangirl manga részt, mindig megjegyzem, hogy újra kéne olvasnom a Fangirl regényt. Úgyhogy megint azt mondom, hogy újra kéne olvasnom a Fangirl, de túl sok mindent akarok újra olvasni, és majd egyszer, de továbbra is nagyon szeretem, és várom a 4. részt, mert ugye ezt 4 részben adaptálják, úgyhogy már csak egy ilyen mangásított verzió lesz. És akkor térjünk át arra a könyvre, amit sajnos úgy döntöttem, hogy elengedek. Ugye én nagyon nehezen hagyok félbe könyveket, ami tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy nem hagyok félbe könyveket. Ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szenvedek is, végig küzdöm rajta magam, aminek valahol az a mögöttes logikája, hogyha már beleöltem annyi időt, amennyit, akkor már inkább végigolvasom. Ezzel szemben ugye a félbehagyás mellett az azért, hogy nem akarok még több időt beleölni, ha úgysem megy. Szóval ez így ütközik egymással, mert kioltja egymást a kettő, vagy nem tudom. Viszont most úgy döntöttem, hogy nem akarok, főleg már idén, 2024-ben, ezt így nevezzük az újévi fogadalmamnak, az egyetlennek, ami lesz, hogy nem akarom erőltetni, ami nem megy. És sajnos ez a könyv nem ment, ezt már mutattam azt hiszem a novemberi összegzésemben. Ez nem más, mint Stuart Turton-től az Evelyn Hardcastle 7,5 halála, ha az a címe magyarul. Azt hiszem a novemberi összegzésemben mondtam, hogy 166 oldalig jutottam a könyvben, és az a helyzet, hogy azóta nem jutottam előrébb benne. Úgyhogy ezt én itt így letettem. Nem azért, mert rossz a könyv, inkább azért, mert most nagyon nem fekszik ez a könyv. És tényleg ezt a 166 oldalt egy hónap alatt toltam bele, ami nézőpont kérdése, de nekem irdatlan kevés volt, és nyilván, hogyha jobban éreztem volna a könyvet, már kiolvastam volna ennyi idő alatt, mert oké, és amúgy ez is 500 oldal, szóval... Így ugye hiába olvastam már 160 oldalt belőle, még mindig azt látom, hogy amúgy egy harmadát, kb. Kevesebb, mint a harmadát olvastam ki. Kicsit azt érzem, hogy ez egy nagyon hosszú könyv, és most nagyon nem álltam rá erre a sztorira. Én igazából hosszú sztori röviden, long story short, most nem fogott meg, úgyhogy visszaraktam így a polcra, hogy akkor ezt most én itt így elengedtem, mert nincs kedvem még 400 oldalon keresztül küzdeni magamat, úgyhogy olvasnék szívesebben mást, szóval őt most itt így elengedtem. Úgyhogy ez a 2024-es fogadalom, hogyha valamin érzem nagyon, hogy nem megy, akkor azt nem erőltetem, mert valószínűleg az pont nem segít azokon az időszakaimon, amikor rosszabbul megy az olvasás. És nem azért olvastam belőle ennyit, mert nem volt időm olvasni, hanem tényleg mindig, amikor ránéztem így a könyvre, hogy akár olvashatnám is, az volt bennem, hogy amúgy annyira nem érdekel most, hogy mi fog történni, és inkább csináltam más, szóval ez... Ez van... Nem esik jól a kis maximalista lelkemnek, hogy ezt így nem tudom kipipálni, hogy elolvastam, és így kicsit az az érzés van bennem, hogy feleslegesen töltöttem el időt vele, de közben tudom, hogy az se lenne jó, ha most még órákat beleölnék és erőltetném, hogy a végén sokkal rosszabb élmény legyen, mint amilyen lehetne.
szóval próbálok a második verzióra koncentrálni, nem arra, hogy 160 oldalnyi időt eltöltöttem vele feleslegesen. Majd egyszer talán folytatom, vagy nem. Majd meglátjuk. Egyelőre elfér a polcon, és így nem foglal igazából felesleges helyet, szóval addig teljesen jó helyen lesz ott, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Úgyhogy, hát igazából ez így nem valit, hogyha így emelem fel, úgyhogy csak ezt a kettőt emelem. Ezeket a könyveket olvastam decemberben, és ezzel 63 lett azt hiszem a vége. Idén nem olvastam el karácsonykor a Grinchet, mert őszintén nem volt még annyira se karácsonyi hangulatom, hogy Grinchet olvassak. Ugye az szokott lenni az állandó decemberi összegzéses könyvem, mert ezt minden karácsonykor elolvasom, hát idén ez nem történt, mert 2023-ban ez nem történt meg. Nagyon nem éreztem magamban most a karácsonyt, meg úgy a Grinchet sem, úgyhogy mindegy, majd jövőre. Úgyhogy így csak ez a három könyv volt. Az Eragon, a Fangirl, meg a Percy Jackson. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be decemberben, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!